Üzemzavar okozta a községben élők számára az egy hétig tartó vízmérték csökkenést, erről számolt be László Attila, Závod polgármestere. Volt egy üzemzavar, ami kifejezetten nem Závodot érintette. A lengyeli Globusnál vették észre az üzemeltetők, hogy a lengyeli Globus nagyon fogy belőle a víz, nagyon nagy vízkivétel történik, és nem képesek ezt a nagy vékony szivattyút pótolni. Ezért augusztus 3-án egy helyes döntést hozott a szolgáltató, éjszakára elzárta a závodi ágat, annak érdekében, hogy a lengyeli vízellátás biztosított maradjon, és elkezdték visszatölteni a lengyeli Globust. Másnapra talán meg is oldódott ez a probléma, viszont és vissza is került a hálózatra a závodi rendszer, viszont azt tapasztalták a lakosok, hogy napokkal később sem áll helyre Závodon a víznyomás. Ezt követően a gerincvezetéket tárták fel a szakemberek, ahol kiderült, hogy nagy mennyiségű vízkőlerakódás volt a csövekben. Amit gyakorlatilag elzárt a víz útját, ugye itt a nyomáscsökkenés hatására ez a vízkő ez mozgásba kezdett, és föltorlódott egymásra, és ez okozta gyakorlatilag elsősorban a víznyomás csökkenést, de ugye itt, ha tovább vártak volna itt a helyreállításról, akkor gyakorlatilag elzárta volna teljesen a vizet az závodi ágon. Augusztus 11-én vasárnap sikeresen orvosolták a problémát az ott élők számára, így most a víz minősége újra a paramétereknek megfelelő. A rendszert fertőtlenítették, így pár napig nem javasolt vizet fogyasztani. A helyiek számára azonban a fennakadás elhárítása előtt érkezett segítség. Gyakorlatilag, amikor már láttuk, hogy beavatkozásra lesz szükség, akkor már mi elkezdtük a palackos víznek a beszerzését, illetve nagyon sok jó tapasztalatunk van a május 3-ai vízhiány eseményből kifolyólag, és így sokkal szervezettebben már a szombati napon megkezdtük a palackos víz osztását, illetve lajtoskocsi is járt a települést, úgyhogy gyakorlatilag a háztartási vízmennyiséget tudtuk biztosítani. Az önkormányzat már korábban tároló edényzeteket is beszerzett, ami a závodiak számára biztosított és elérhető. László Attila fontosnak tartaná a jövőbeni fejlesztést. Itt nagyon fontos lenne a jövőben egy technológiai fejlesztés. Én véleményem szerint a jelenleg üzemelő szűrőberendezés méretében és típusában is elavult már, ezt mindenképpen újra kell gondolni a jövőben. Egy új és korszerű szűrőberendezés kiépítése az elengedhetetlen lenne, illetve figyelni kell arra is, hogy ez most jelen pillanatban Závodon történt meg ez az eset, de 6 település csatlakozik erre a vízbázisra, és én azt gondolom, hogy ez nem csak Závodon lesz jelen a jövőben, hanem minden települést érinteni fog. Ez egy jó példa a környező településeknek, hogy ellenőrizzék a vízhálózat csőberendezéseit.